Állandóan ugyanazt az értéket mutatja a villanyóra a cikói könyvtár falán. Az épületet ugyanis most nem használják. Átmenetileg ugyanez történik a helyi tájházakkal, a sportpálya öltözőjével is. A képviselőtestület mások mellett ezeket az intézkedéseket hozta meg, hogy takarékoskodni tudjanak. Az ingatlanokban őrlángon megy a fűtés, a szolgáltatásokat pedig egy helyre költöztették. A művelődési házunkban próbálunk minden programot szervezni. A művelődési házunkon napelem található, ami biztosítja a fűtést is, meg az áramellátást is, úgyhogy ez az egy épület, amit használunk. Cikón előre menekülnek, az óvodában és már korábban elvégezték az energetikai korszerűsítést. A polgármesteri hivatalban pedig most megváltoztatták a munkarendet, hogy ezzel is takarékoskodjanak. Péntekente home office dolgoznak a kollégák, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap akkor le van kapcsolva a fűtés. Az energia óvatos felhasználására korábban a kormány kérte az önkormányzatokat. A cél, hogy nagyjából 15%-ot spóroljanak az állami és önkormányzati fenntartású épületeken az idei téli szezon alatt. Nagymányokon rövid és hosszú távú elképzelésekkel kezelik az energiaválság hatásait. Bezárt például a sportcsarnok és a művelődési ház is. Azokat az intézményeket, amelyekben gyerekek vagy idősek töltik mindennapjaikat, továbbra is fűtik. Momentán csak tapogatózás van, úgy gondolom, nem csak az én részemről, hanem mindenhol. A polgármesteri hivatalban bevezették a pénteki home office-t, a város közvilágításának fényerejét pedig felére csökkentették. Hosszú távon azonban egy másik koncepció van kialakulóban. Kalbéda szerint nagymányoknak megvannak az adottságai arra, hogy megoldást találjanak az energiaárak emelkedésének kezelésére. A tervek szerint a következő 15 évre képesek lesznek a kisebb térségben megtermelni az ingyen energiát. Energia közösség vagy egy energiaszövetség létrejöhessen egészen lokálisan, és csak egy ilyen havária csatlakozás lenne az országos hálózatokhoz. A kezdeményezés lényege, hogy több település összefogásával úgy termelnek villamos energiát, hogy megközelítően 50 órányi mennyiségre tároló kapacitást hoznak létre az egykori bánya területén. Mindehhez, mondja Karl Béla, arra van szükség, hogy jogszabályi környezet átalakuljon, mert ha ez bekövetkezik, akkor a kezdeményezés mintaértékű lehet az ország más kis régiói számára is.